Egy igét szeretnék olvasni, most így a délutánnak az elején, Jeremiás könyvének a 33. fejezet, 3. verse. Hogyha nem szeretjük a számokat memorizálni, ezt akkor is könnyű, 3-3-3. Így szól, kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Az Isten arra bátorít minket számtalan helyen az igében, hogy kiáltsunk hozzá, és ő válaszolni fog. És méghozzá nem csak, hogy válaszol, hanem azt ígérte, hogy hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Az ima ugye az egy dialóg, az egy beszélgetés, amikor elmondjuk az Istennek, és ő pedig válaszol. És az elmúlt időszakban, hetekben, talán már hónap, nem is tudom mennyi ideje, de már egy jó ideje, szeretnénk, hogyha ezek a délutánok az imáról szólnának. Hogyha mindig egy kicsit tudnánk tanulni az imáról, akár egy régi hithős által, akár egy bibliai történeten keresztül, és utána pedig imádkozunk. És ezt tesszük mindenféle módon, kettessével, egyedül, közösségbe, férfiak, nők külön, sokféleképpen tudjuk ezt gyakorolni, de a lényeg az, hogy imádkozunk. És most is azzal fogjuk kezdeni, hogy egy kicsit tanulni fogunk először az imáról. És most az a kiváltságunk van, hogy most nem én fogok erről beszélni valakinek az élete alapján, hanem az az élet most eljött ide, akiről beszélnék, Jeanette-nek a személyében, és ő fog maga arról beszélni, hogy mit tanult az elmúlt évek, évtizedek alatt, amikor sok-sok országban az imáról tapasztalt, és azt, hogy hogyan lehet úgy imádkozni, ahogy az Isten lelke vezet minket. Úgyhogy arra kérem a Jeanette, hogy mondd el nekünk, Jonatán fogja tolmácsolni ezt, hogy meg is értsük, amit mondani fog nekünk, utána pedig imádkozni fogunk. That will work, yes. Jó, ez így működni fog. Well, it's wonderful to be here tonight. Na hát, nagyszerű itt lenni most ma este is. And it's wonderful to see people who want to, who have a heart for prayer. És nagyszerű látni azt is, hogy itt vannak azok, akiknek szívük ügye az imádság. I truly believe that people who pray change history. Én valóban hiszem, hogy azok, akik imádkoznak, megváltoztatják a történelmet. So I thought tonight I will give you four prayer pointers that I've learned in my life. Most szeretnék adni négy ilyen imával kapcsolatos pontot, amelyet tanultam az életem során. And I'm going to begin by looking at the prayer life of Jesus, and we're going to look at Luke chapter 11 verse number 1. Azzal fogjuk kezdeni, hogy megnézzük az Úr Jézus ima életét, és Lukács evangélium 11. részénél fogjuk kezdeni, a képernyőn is látjuk magyarul. At the seminary I've taught at seminary for about 14 years. Tanítottam a teológiai szemináriumon körülbelül 14 évet. And in that time I was given a class to teach, it's called The Power of Prayer. És ebben az időszakban volt egy olyan órám, amelynek az volt a címe, hogy az ima ereje. And I would begin that class by asking my students, when do you pray and how much do you pray every day? És ezeket az órákat úgy kezdtük, hogy megkérdeztem a diákokat, hogy mikor imádkoztok, hogyan imádkoztok, mennyit imádkoztok a nap folyamán. Now these students are preparing for ministry. Nos, ezek a diákok a szolgálatra készülnek. So you would think that they prayed every day, and that is a priority in their life. Úgyhogy azt gondolnánk, hogy minden nap imádkoznak, és ez egy fontos eleme a napjuknak. But 25% of them said, I don't have a regular time to pray every day. De 25%-uk azt mondta, hogy nincsen külön választott időszak a napomban, amikor imádkozom. And I was shocked. És igazán megdöbbentett ez a dolog. If you don't know how to pray, you should not be going into ministry. Ha nem tudod, hogy hogyan kell imádkozni, akkor nem kéne a szolgálatra készüljél. Because that is the foundation of ministry. Mert ez a szolgálat alapja. And I want to say churches that pray grow.
Azt szeretném mondani, hogy azok a gyülekezetek, amelyek imádkoznak, azok növekednek. They grow spiritually. Növekednek lelkileg. But they also grow in numbers. De számban is növekednek. Because when you love God, it's easy to talk to others about God. Mert hogyha szereted Istent, akkor könnyű Istenről beszélni másoknak. Prayer is an expression of love. És az imádság a szeretet kifejező eszköze. We like to talk to those people that we love. Szeretünk azokhoz az emberekhez beszélni, akiket szeretünk. You know, we like to call people on the phone that we love and spend time talking to them. Szeretjük felhívni telefonon azokat a személyeket, akiket szeretünk, és ezzel időt tölteni velük. But if you say I love you, Lord, de azt mondjuk, hogy Uram, én szeretlek, and you never pray, de sosem imádkozol, then yes, are you speaking the truth? Akkor igazából az igazságot mondod. Because if he's the one that you love, mert ha ő az, akit szeretsz, you should love talking to him. Akkor szeretned kell a vele való beszélgetést is. So I have spent quite a bit of time in my life looking at the prayers of Scripture. Úgyhogy én az életem során jelentős időt töltöttem azzal, hogy megnézem az igében az imádságokat. I believe that if you want to learn how to pray, you need to come to this book. Én hiszem azt, hogyha meg akarod tanulni azt, hogy hogyan kell imádkozni, akkor ehhez a könyvhöz kell forduljál. Because this book is full of prayer. Mert ez a könyv tele van imádságokkal. We think of Genesis chapter 18 and Abraham interceding for the cities of Sodom and Gomorrah. Ott van Mózes első könyvének 18. fejezete, amikor Ábrahám közben jár Sodomáért és Gomorráért. We think of Exodus chapter 32, 33, 34, Moses interceding for his nation. És ott van Mózes második könyve 32, 33, 34. fejezete. We can think of the book of Psalms. Gondolhatunk a zsoltárokra. There's two kinds of songs in the book of Psalms. Két fajta éneket találunk a zsoltárok könyvében. And the first are praises and thanksgiving and worship. Az egyik fajta a dicséret és a hálaadás. And the second is prayers. A második része az az imádság. And some people call these laments. Sokan ezt ilyen sírató imádságoknak hívják. If you can think of Psalm 22, ha például vesszük a 22-es Zsoltárt, the great prophetic psalm of Jesus on the cross, amely egy profétai Zsoltár Jézusról a keresztről. And it begins with the words that Jesus prayed on the cross. Azokkal a szavakkal indul, amelyet Jézus imádkozott a kereszten. My God, why have you forsaken me? Én Istenem, miért hagytál el engem? That is a prayer. Ez egy imádság. That is a prayer for God's help. Ez egy imádság, amely kér Isten segítségét. And because I love this book and I teach it, I know that there are more prayers and laments in the book of Psalms than there are songs of thanksgiving. És mivel én szeretem ezt a könyvet, ezért tudom, hogy több imádság és több ilyen van, mint hálaadás és dicséret. You know, there's prayers of repentance. Vannak imádságok megtérésről. Such as Psalm 51. Olyan, mint az 51. Zsoltár. When David is asking for God's forgiveness for the sin that he has committed. Amikor Dávid kéri Isten bocsánatát azért a bűnért, amit elkövetett. And there are other songs that reflect when he's running away from his enemies. Vannak olyan zsoltárok, amelyek arról szólnak, hogy ő menekül az ellenségei elől. And one of the songs that has touched me deeply is Psalm chapter 3. És van egy olyan zsoltár, ami különösen megérintett engem, az a 53. zsoltár. It is the first prayer or lament in the book of Psalms. Ez az első ilyen sírató zsoltár. And it's very interesting to know when that prayer was prayed. És különös megismerni azt, hogy mikor hangzott el ez az imádság. It was prayed when David had to leave the city of Jerusalem. Ez akkor hangzott el, amikor Dávidnak el kellett hagynia a Jeruzsálem városát. And he was being chased by his own son Absalom. És az ő saját fia üldözte őt, Absalom. And it seems that the whole kingdom was going to be ripped out of his hands by his own son, who you know
rebelled against him. És úgy tűnt a helyzet, hogy elveszíti a királyságot, kiragadják az ő kezéből, az ő saját fia fogja ezt megtenni, aki and he fellázadt. Says, he's crying out to God, Lord, how have they increased to trouble me? És akkor felkiált, hogy Uram, mennyire megsokasodott körülöttem a gond. Many are they that rise up against me. Sokan vannak, akik ellenem fordulnak. Many are they who say of me, there is no help for him in God. Sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy nincsen segítség számára Isten. And this is a cry of David's heart. És ez a David szívéből fakadó felkiáltás. And in verse 2 it says, many are saying, where's your God? There's no help for you. A második vers azt mondja, hogy hol van a te Istened? Segít-e rajtad? And then we see a very interesting word after that, and it says this word, Sila. De ezután látunk egy nagyon különleges szót, ami azt mondja, which means, think of that. Ami azt jelenti, hogy gondolkozz ezen. Think of a time when God would never help you. Gondolkozz el azon, hogy van-e olyan idő, amikor Isten nem segítene neked. Think of a time when you're abandoned from God. Van-e olyan időszak, amikor Isten elhagyott téged. And there's no help. És nincs segítséged. So that gives us an idea. I'm just trying to give you an idea how the Bible is a book of prayer. Úgyhogy szeretnénk csak ugye egy áttekintést adni, egy olyan, hogy lássuk azt, hogy a Biblia hogyan, mennyire az imádságok könyve. But especially Luke, more than any other gospel writer, writes about the prayer life of Jesus. De különösen Lukács az evangéliumírók közül különösen bemutatja az Úr Jézus ima életét. And he especially notes that Jesus would often go out at daybreak or early in the morning to pray. És megjegyzi azt, hogy az Úr Jézus gyakran elvonult kora reggel, még amielőtt felkelt a nap, és hogy imádkozzon. So now in this scripture before us, in Luke 11:1, it says, now it came to pass as he was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Tehát láttuk itt a képernyőn, ezt olvassuk Lukács 11 első versétől. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. And of course that tells me that Jesus prayed. Ez azt mondja el nekünk, hogy az Úr Jézus imádkozott. But he didn't just pray by himself, he prayed with his disciples. Nem csupán egyedül imádkozott, hanem a tanítványaival is imádkozott. And I know that all pastors I know pray, but I don't know that all pastors pray with others. Tudom, hogy minden lelki pásztor imádkozik, de azt nem tudom, hogy imádkoznak-e másokkal. A pastor or any church leader, they must pray. Minden pásztornak, lelki pásztornak és gyülekezeti vezetőnek imádkoznia kell. But we must also pray with others. De szükséges az is, hogy másokkal együtt imádkozzunk. And so he is praying, and when he finished, what did his disciples say? Tehát imádkozott, és amikor befejezte, mit mondtak a tanítványok? They said, Lord, teach us to pray. Azt mondták, Uram, taníts minket imádkozni. Wouldn't it be wonderful if people came to you and say, I want to pray just like you pray? Nem lenne csodálatos az, hogyha odajönnének hozzánk mások, és azt mondanák, én is úgy szeretnék imádkozni. Teach me how to pray. Taníts engem imádkozni. I want to pray like that. Szeretnék én is úgy imádkozni. I think many of us think, oh, I don't want anyone to pray like me. My prayer life is very poor. Lehet, hogy sokan úgy vagyunk, hogy én nem szeretném, hogy bárki úgy imádkozzon, mint én. Az én ima életem olyan szegényes. But they said, Jesus, we want to pray like you. De ők azt mondták, hogy Úr Jézus, úgy szeretnénk imádkozni, ahogyan te. Lord, teach us to pray. Uram, taníts minket imádkozni. And one time I was with Youth with a Mission. I don't know if any of you know Youth with a Mission, but I was with Youth with a Mission for 4 years in Japan. Nem tudom, hogy ismerőse a Youth with a Mission szervezet, de ezzel a szervezettel voltam Japánban missziózni. And I went for some training in Hawaii, and one of the international leaders was speaking. Egyszer elmentem Hawaii-ra a tréningre, és az egyik nemzetközi vezető beszélt. And he had a little girl that was about 4 years old. És ott volt egy fiatal lány, 4 éves. And he had a little boy. És volt egy kisfia is. And so he told his wife, uh, I
I mean, his wife had an emergency. She had to go to America. És egy vészhelyzet állt elő, és a feleségének Amerikába kellett utaznia. So when she went to America, she said, "I'm only going to be gone a short time, so you have to take care of the children." És azt mondta a feleségének, hogy egy rövid ideig megyek Amerikába, de te vigyázz a gyerekekre. And so he didn't know what to do, but he knew that he still had to continue on his ministry, but he had to take care of his young children. Nem tudta, hogy mit csináljon. Folytatnia kellett a szolgálatát, de már a gyerekeire is vigyáznia kellett. So one day he took his little girl into his office. Úgyhogy egyszer behozta a kislányát az irodájába. And he said, now I need to pray. És azt mondta, na most imádkoznom kell. So you need to be quiet because I need to pray. Úgyhogy legyél csöndben, mert én imádkozni fogok. And when he said, okay, we're going to pray, his little girl knelt down. És amikor azt mondta, hogy oké, most imádkozni fogunk, akkor a kislánya letérdelt. She put her head on the floor. És oda tette a fejét a földre. Yeah, and she's kneeling with her head on the floor. Ott térdel, úgyhogy a feje a földet. And then she began to cry out. És akkor felkiáltott. And she began to say, "Oh God, oh God, oh God." És akkor felkiáltott, ó Istenem, ó Istenem, ó Istenem. And he was very surprised to see his little girl praying like that. És nagyon meglepődött, amikor látta, hogy a kislánya így imádkozik. But we know how she learned to pray like that. De tudjuk, hogy így imádkozik. Because she had seen her father pray. Azért imádkozott így, mert látta az édesapját. And there is nothing more important than your children seeing you pray. És nincsen annál fontosabb, mint hogy a gyermekeitek lássanak titeket imádkozni. There's nothing more important than a family praying together at least once a week, if not more than once a week. Nincsen annál fontosabb, hogy a család együtt imádkozzon legalább hetente egyszer, de inkább többször egy héten. My father married my mother. Amikor az én édesapám elvette az édesanyámat. At the very beginning of their marriage. A házasságuk legelején. He said to her. Azt mondta neki. Every day, when as long as we're married until I die, every day we are going to pray together. Minden nap, addig amíg meg nem halok, együtt fogunk imádkozni. If we are not at church every evening, in the evening, then we will pray. Ha nem leszünk minden este imaházban, akkor imádkozni fogunk. And they did that for 60 years. És ezt tették 60 évig. And when I was a small child, I would have friends come to my house. Amikor kisgyermek voltam, és átjöttek a barátaim a házunkhoz. And I didn't want them to know about this prayer time. Én nem akartam, hogy ők tudják, hogy van ez az ima időszak, ima. But it didn't matter. My dad would say, "Stop, we have to pray. We have to read the Bible and pray together." De ez nem számított, az édesapám egyszer csak mondja, most itt az idő, meg kell állni, vegyük elő a Bibliát, imádkozni fogunk. As a child it embarrassed me. Gyermekként ez zavarba ejtett engem. Now it is one of my best memories. Most már ez az egyik legjobb emlék. Because I always knew as long as they were living, I always had someone praying for me. Every day. Mert tudtam, hogy ameddig ők élnek, minden nap lesz valaki, aki imádkozik értem. You need to give your children the gift of prayer. Adjátok a gyermekeiteknek az imádság ajándékát. You need to never give up on them. És sosem szabad ezt feladjátok. Just like Janet never gave up on her husband. És sokem sem kell feladjátok a reményt so irányban, hogy Janet sem adta fel a férje irányában. Jesus, Lord, teach us to pray. Tehát itt vannak a tanítványok, és kérik Jézust, hogy taníts minket imádkozni. For my first point that I want to say is, prayer is something we can learn. Az egyik dolog, amit szeretnék most átadni, az első az, hogy az imádság egy olyan dolog, amit megtanulhatunk. I was so surprised when I was in London. I did a lot of. I was in London for 7 years, and I ministered, and we were having a all-night prayer session. Londonban voltam 7 évig, és voltak ilyen egész éjszakás ima alkalmak. And one of the elders of one of the churches. This was a kind of a joint prayer group with several churches. But the elder and I were talking before we started. We were going to pray from 8 o'clock. Until about 2 o'clock. Több gyülekezet imádkozott együtt, és körülbelül 8 órától 2 óráig imádkoztunk. So this leader, this elder, we were just chatting, and he said,
Prayer is so boring. És akkor ott beszélgettem egy gyülekezeti vénnel, és azt mondta nekem, hogy az imádság olyan unalmas. I thought you must be kidding. És akkor azt mondtam, azt gondoltam, hogy te prayer is the most exciting thing. Az imádság a legizgalmasabb dolog. That any of us can ever do. Amit bármelyikünk bár valaha tehetne. But we can grow in our prayer life throughout our life. És növekedhetünk imádságban, az imádságunkban az egész életünk során. When I started, I taught at the seminary for about 3 years. Tanítottam a teológián körülbelül 3 évet. And then I started to think about everything I was learning about prayer. És akkor átgondoltam mindazt, amit tanultam az imádsággal kapcsolatosan. I started thinking about the students that had gone with me to different countries to pray. És gondolkoztam azon, hogy azokról a diákokról, akik velem jöttek különböző országokból and the things that I was learning. És azokról kapcsolatosan, amiket tanultam. And a lot of us think, oh, yeah, prayer is just about coming before God and saying the same thing over and over. És akkor, hogy az imádság olyan, hogy mindig újra és újra Isten elé jövünk, és ugyanazt mondjuk. But it's not that at all. De egyáltalán nem erről van szó. Because when you pray, there should be all of the Godhead should be involved in our prayer time. Azért, mert amikor imádkozunk, a Szent Háromság egészének ott kell lennie az imádságunkban. So we pray to God the Father. Tehát imádkozunk az Atyához, Istenhez az Atyához. But the Holy Spirit helps us. De Isten Szent Lelke segít minket. And we are praying from earth. És imádkozunk a Földért. And Jesus takes our prayers back to the Father. És Jézus visszaviszi az imádságainkat az Atya elé. God wants to be involved in our prayer time. Isten ott szeretne lenni a mi imádságunkban. He wants us to learn how to pray. Azt akarja, hogy megtanuljunk imádkozni. So I began to think when I was at the seminary how boring it would be to teach Greek. És akkor azon gondolkoztam ott a teológián, hogy milyen unalmas lehet görögöt tanítani. Because if you teach biblical Greek, there's just a certain amount of words. Mert ha valaki az ókori bibliai görögöt tanítja, csak meghatározott számú szó van. There's rules of grammar. Aztán van egy meghatározott számú nyelvtani szabály. And then there's other rules about how to decipher verbs and nouns and the sentence order, and there's all of these things. Majd olyan szabályok, amik arról szólnak, hogyan kell megfejteni szavakat, mondastruktúrákat, és ezeket így meg lehet érteni. But you can never memorize prayer. Ezt meg lehet jegyezni, de az imádságot sosem jegyezheted. Because every time you get down to pray, it's new and it's fresh. Mert mindig, amikor letértelünk, új és friss. So the disciples said, Lord, teach us to pray. Tehát azt mondták a tanítványok, Uram, taníts minket imádkozni. That's the first thing I want to say. We can grow in our prayer life. Ez az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy növekedhetünk. It doesn't matter how old you are. Életünkben. Nem számít, hogy milyen idős vagy. It doesn't matter how long you have known God. Nem számít, milyen régóta ismered Istent. It doesn't matter what your life experience is. Nem számít, hogy mi a te élet tapasztalatod. We can all grow in our prayer life. Mindnyájan növekedhetünk az imádságban. And I think the older that you are, és azt hiszem, minél idősebb vagy, the more your prayer life should be alive in God. Annál inkább életszerűnek kell lennie az ima életednek. As the Apostle Paul said, ahogy Pál apostol mondta, my outer man is perishing. Az én külső emberem elmúlik. But my inner man is being renewed every day. De a belső emberem minden nap megújul. By the Spirit of God. Isten lelke által. And so our prayer life can grow. Úgyhogy a mi ima életünk növekedhet. And then the second point I want to talk about. És a második pont, amit szeretnék, amiről szeretnék beszélni. Is that we need the Holy Spirit's help to pray. Szükségünk van a Szentlélek segítségére az imádságban. I already mentioned that the Holy Spirit helps us to pray. Már említettem azt, hogy a Szentlélek segít minket imádkozni. So it says in the book of Romans. Tehát azt olvassuk a római levélben. Chapter 8. A 8. fejezetben. 26 and 27. A 26 és 27-es versekben. He begins by saying, we don't know how to pray as we ought to pray. Arról olvasunk, hogy mi nem tudjuk, hogyan imádkozzunk. He says, but the Holy Spirit. De a Szentlélek. He comes and he helps us. Jön és segít minket. But the Spirit himself intercedes for us. A lélek esedezik értünk. With groanings that cannot be uttered. Kimondhatatlan fohászkodásokkal.
This is Romans 8:27. Now he who searches the hearts knows the mind of the spirit. Ez a Róma 8:27, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata. Because he makes intercession for the saints according to the will of God. Mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. So when we come into prayer. Úgyhogy amikor imádkozni kezdünk. Instead of just taking out our big prayer list. Ahelyett, hogy elővennénk a hosszú imalistánkat. Everything we want God to do for us. Mindazok, amiket szeretnénk, hogy Isten cselekedjen. Itt van az én hosszú imalistám. So I pray for the church. Úgyhogy imádkozok a gyülekezetért, a pásztorért. I pray for the community. Imádkozok a közösségért, az iskoláért. My family. A családomért. So we have this big list. Hát itt van ez a hosszú lista. And we just go down our list. És megyünk le a listán. We put away our list. Majd eltesszük a listát. And we say, I prayed today. És akkor azt mondjuk, ma már imádkoztam. No, that's not how our prayer life is supposed to be. Nem, erről kell szóljon az ima életünk. Every day Jesus wants you to pray something different. Jézus azt akarja, hogy minden nap valami másról imádkozz. He wants to help you in your prayer life to make it exciting. Ő szeretne segíteni neked, hogy az ima életed izgalmas legyen és örömteljes. But the way, one way to do that. De ennek az egyik módja, hogy elérjük. Is to begin your prayer by saying. Hogy úgy kezdjük az imádságot, hogy azt mondjuk. Lord, I don't know how to pray. Uram, én nem tudom, hogy imádkozzak. I come today. Itt jövök ma eléd. I just cast everything upon you. Csak mindent oda eléd leteszek. What do you want me to pray today? Mit szeretnél, hogy miért imádkozzak and then ma? You wait in God's presence. És akkor ott várunk Isten jelenlétében. And it's amazing. És olyan csodálatos. Because sometimes he brings you to your mind someone you haven't thought of in a while. Mert gyakran eszünkbe juttat olyanokat, akikre még nem gondoltunk. Sometimes he brings you into your mind a family member. Van, amikor egy családtagot hoz elénk. Sometimes he brings into your mind a school that you should pray for. Gyakran egy iskolát hoz elénk, amiért imádkozunk. But then you start praying for that thing. És akkor ezért a dologért imádkozunk. Okay, so the first point that I wanted to talk about is that prayer is something that you can learn, and the second one is you need the Holy Spirit's help. Tehát az első dolog, amit mondok, az, hogy az ima tanulható. A második pedig az, hogy a Szentlélek segítségére szükségünk van. The next thing I just want to mention is that the third thing I want to mention is that we have more success in prayer if we learn how to pray focused prayers. És a harmadik dolog, amit szeretnék átadni, az, hogy nagyobb sikert érünk el az imádságunkban, hogyha összpontosított imádságokat mondunk. So some people who pray, they just kind of pray everywhere, everything they can think of, and it's just sort of out there, but they haven't prayed anything specifically. Sokan úgy imádkoznak, hogy úgy mindenről imádkoznak, ezért is, azért is, de nem imádkoznak egy konkrét dologért. God answers specific prayers. Isten a konkrét imádságokat válaszolja meg. Sometimes I've heard some people pray and I thought, God is just asking, tell me exactly what it is that you are praying about. Néha hallgatok másokat imádkozni, és arra gondolok, hogy Isten csak azt mondja, hogy mondj nekem egy dolgot, amit kérsz. Your prayers don't seem to have any focus. Úgy tűnik, hogy az imádságodnak nincsen semmi központja. So when I went to Japan as a missionary, amikor Japánban voltam misszionáriusként, I arrived in the country of Japan. Megérkeztem az országba. With $100. $100. And one church. Egy gyülekezet. That said they were going to give me $10 a month. Aki azt mondta, hogy $10 ad havonta. Now this is amazing. Nos, ez nagyszerű. Because Tokyo is the most expensive city in the world in which to live. Mert Tokyo az a város, ahol a legdrágább az élet. I look back now and think I was crazy. Amikor most visszatekintek, azt gondolom, hogy hát őrültség volt. But I knew God had called me. De tudtam, hogy Isten elhívott. And he was going to take care of me. És hogy ő majd gondoskodik rólam. Because when we obey him, he is always faithful. Mert amikor engedelmeskedünk, ő mindig hűséges. So I landed in Tokyo and I stayed with a Baptist missionary for a few days. Úgyhogy leszálltunk Tokióban, és egy baptista missionáriusnál szálltam meg néhány napra. And then I got on the very fast train that went down to Kyoto. Majd pedig felszálltam egy gyors vonatra, ami levitt Kyotóba. And there I was met by
a missionary couple from Finland. És ott találkoztam egy misszionárius párral Finnországból. And so we went out to this little village. Úgyhogy kimentünk ott egy faluba. And so, you know, we started praying, we started talking about what God wanted us to do as youth with a mission in that country, because there was no youth with a mission in that country at that time. És imádkoztunk, hogy mit akar az Úr, hogy mit tegyünk, meg beszélgettünk arról, hogy mit tehetnénk itt, mint ez a Youth with a Mission szervezet, mert abban az időben még nem volt jelen az országban. And in that village there was, you know, we stayed with a pastor and we worked in a coffee shop. Abban a faluban egy lelkipásztornál szálltunk meg, és egy kávéboltban dolgoztunk. But we knew God had more for us. De tudtuk azt, hogy Istennek terve van velünk. So when we began to pray, we began to understand God wanted us to live in the city of Osaka. És amikor imádkoztunk, megértettük azt, hogy Isten azt akarja, hogy Osakában éljünk. So we went to a conference in Osaka. Úgyhogy elmentünk egy oszakai konferenciára. Osaka is probably the second largest city in Tokyo. In Japan. Osaka a második legnagyobb város Japánban. So while we went to the conference, we also went to the office of someone who rented, you know, houses, apartments, things like that. És akkor elmentünk oda egy olyan, na, beszéltünk, aki a házakat adott ki. And so we looked at different places to live. Majd körbenéztünk különböző helyeket, ahol lehetne lakni. Now you have to understand, we had no money. Meg kell értsétek azt, hogy nem volt semmi pénzünk. Except we knew that God wanted us to live in that place. Egyedül egy dolgot tudtunk, azt, hogy Istennek az az akarata, hogy ott éljünk. So we went and looked at houses. Úgyhogy megnéztünk házakat. And we found a house that we wanted. És találtunk egy házat, amit úgy gondoltunk, hogy jó lesz. And as silly as this seems, I really liked that house because it had a good toilet. És lehet, hogy furcsán hangzik, de én azért szerettem azt a házat, mert egy jó mellékhelyisége volt. I don't want to describe the toilet in the village, but it was not nice. Én nem szeretném most leírni azt a mellékhelyiséget, ami a faluban volt, de nem volt jó látvány. Pink toilet, I said, wow, that has to be our house. És amikor megláttam ezt a rózsaszín mellékhelyiséget, azt mondtam, na, ez a mi házunk. Anyway, we went back to the village. Mindegy, visszamentünk a faluba. And we began to pray. És imádkozni kezdtünk. Because to rent this house. Mert azért, hogy kibérelhessük ezt a házat. We had to make a deposit. A deposit of money. Letétet kellett adni, előleget. And this deposit of money to rent a house was $5,000 in 1975. 1975-ben volt az, amikor $5,000 volt a letét azért, hogy bérelhessük azt a házat. Most lehet, hogy például $25,000 érne az a pénz. So here we are, and so we went out to the village, and we began seeking God. Úgyhogy visszamentünk a faluba, és keresni kezdtük Istent. And we felt God said to us, I want you to fast and pray for 3 days. He gave us 2 Chronicles chapter 20. És ahogy imádkoztunk, Isten egy igét hozott elénk, a 2 Krónikák 22. And it is the story of Jehoshaphat. A Jehoshaphatról szóló történet. And in that story they prayed and they sought God. Jehoshaphatról, aki imádkozott és kereste Istent. And after fasting and praying, then they went into battle singing the praises of God. És amikor imádkozott és böjtölt, úgy ment a csatába, hogy énekeket, dicséreteket énekelt az Úrnak. So we did that. Úgyhogy ezt tettük. We fasted and we prayed. Böjtöltünk és imádkoztunk. And every day we went to the mailbox to see if there was any money. És minden nap oda mentünk a postaládába, hogy lássuk, hogy van-e benne pénz. But yeah, there was no money there. Nem volt pénz. And finally we had to go back to Osaka to see the person from whom we were going to rent the house. Úgyhogy visszamentünk Osakába, hogy beszéljünk azzal az emberrel, akitől béreltük volna a házat. And we didn't have any money. De nem volt nálunk pénz. But we still went. De ennek ellenére elmentünk. And on the way to the office, we stopped at the home of a pastor who lived by faith. És a Japanese pastor who lived by faith. Oda tartottunk az úton, megálltunk az út mentén egy japán lelkipásztor mellett, aki hívő volt. És teáztunk. And we talked. Majd beszélgettünk. And as we were leaving the house, és amint éppen elhagytuk a házat,
He picked up a briefcase and he gave it to a member of our team. Felkapott egy bőröndöt és odaadta a csapatunk egyik tagjának. And he said, "I want to make an investment in your ministry." Azt mondta, én szeretnék befektetni a ti szolgálatotokban. It was 2 million yen. 2 millió yen volt benne. 2 million yen is $5,000. 2 millió yen az 5000 dollár volt. So we were very happy. We went there and we rented the house. Úgyhogy nagyon boldogok voltunk. Elmentünk és kibéreltük a házat. But when we went in the house, there's nothing in the house. De amikor oda mentünk a házhoz, there's no tables, no chairs, no. There's nothing in the house at all. Semmi sem volt benne. So we began to go into each room and to pray. Úgyhogy bementünk minden egyes szobába és imádkozni kezdtünk. So we said in the living room in Japan, we know there's no furniture, there's only a table on the floor. Japánban a nappaliban nincsen bútorzat, egyedül egy asztal, ami a földön van. So we prayed for that table. Úgyhogy imádkoztunk azért az asztalért. And the next room we prayed for typewriters and printers and other things we would need for an office. A következő szobában azért imádkoztunk, hogy legyen ott írógép, nyomtató, minden, ami kell. We prayed for a rice cooker and we prayed for a vacuum cleaner and we prayed all of very specific. We told God in every room exactly what we wanted. Majd a konyhában is minden egyes dologért külön specifikusan imádkoztunk, mindazért, amit akartunk, hogy Isten megadjon, és szükségünk volt. We went to the bedrooms. Oda mentünk a hálószobákba. We said we want a bed. Azt mondtuk, hogy szükségünk van heater. Egy melegítőre, egy ágyra. And we want something, you know, to put our clothes in. Szükségünk van valamire, ahova eltegyük a ruhánkat. So pretty soon, and that day, the first day, we didn't even have any food. És azon az első napon még ennivalónk sem volt. And someone knocked on the door. És valaki kopogott az ajtón. And they gave us potatoes and onions. És adott krumplit és hagymát. So we had potato and onion soup. Úgyhogy volt krumpli hagymalevesünk. And that person brought the vacuum cleaner. És ez az ember hozott nekünk porszívót. And then someone else knocked on the door the next day. Majd valaki másik nap kopogott. And there was something else. És volt valami más. And there was something else. És megint And there valami. Was something else. És újra valami. Until finally there were beds and there was everything that we had prayed for. Míg végül mindenünk volt, amiért imádkoztunk. Except for one thing. Egy dologot kivéve. And that was a table in the kitchen. Hogy legyen asztal a konyhában. And this went on for 6 months. There was no table in the kitchen. És 6 hónapig nem volt asztal a konyhában. So we began thinking about that. Why is there no table in the kitchen? És akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy vajon miért nincsen a konyhánkban asztal. And suddenly we realized we did not ask God for a table. És akkor rádöbbentünk arra, hogy nem kértünk asztalt. And as soon as we asked God for a table. És akkor imádkoztunk, hogy legyen. There was a knock on the door and there was a table. És amint imádkoztunk, valaki kopogott és hozott egy asztalt. So go to I think it is the scripture in James. Ott van Jakabnál egy igevers. Because the Bible tells us how we should pray. Mert a Biblia tanít minket arról, hogy in hogyan James imádkozzunk. Jakab 2, Jakab 4. Yeah, let me find that here. In James 4, we see in verse number 2. A második versnél, Jakab 4, 2. The very last part of that says, you do not have because you do not ask. A legvége azt mondja, hogy mégsem kapjátok meg azért, you mert nem kéritek. You ask and do not receive. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, amiss, mert rosszul kéritek, that you may spend it on your own pleasures. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozóan. Tehát látjuk, azt mondja Isten, hogy szükség van arra, hogy kérjünk. He loves for us to ask. Ő szereti azt, hogyha mi kérünk. You know, sometimes your children ask for toys. Gyakran a gyerekek kérnek tőlünk azért, hogy adjunk neki enni, adjunk ki játékot. Természetes az, hogy a gyermek kérjen. És természetes ez számunkra is, hogy kérjünk. And God doesn't mind when we ask. És nem zavarja azt az Istent, hogyha mi kérünk. In fact, he tells us, ask and you shall receive. Hanem azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Keressetek és megtaláltok, kopogjatok, zörgessetek és megnyittatik. So maybe there are some of you who are struggling with unanswered prayers. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik küzdködnek válasz nélküli imákkal. Begin to think, have I asked? Gondolkozzatok arra, hogy valóban kértem. Have I asked for selfish reasons? Vagy önző okokból kértem. Because this says that sometimes we can pray for selfish reasons. Mert azt mondja itt az ige, hogy néha imádkozhatunk olyan dolgokért, amelynek az oka önző dolog. De Isten szerint kell kérjünk. And this says sometimes we ask amiss.
Van, amikor nem kapjuk meg. And so we need to learn how to ask. Úgyhogy meg kell tanuljuk azt, hogy hogyan kérjünk. But to ask in faith. Hittel kérjünk. Believing. Hittel, he is a good father. Hogy van egy jó atyánk, aki szeret adni nekünk. And so that's I'm going to round off my session right now by leading us in some prayers of asking. Most azzal fogom bekerekíteni a ma esténket, specific hogy konkrét imádságokban menjünk Isten elé. Mi az, amit szeretnénk Istentől kérni? We need to think about that. Gondolkozzunk ezen. And what I'm going to do tonight is I'm going to lead us in a short prayer. Úgyhogy ma azt fogom kezdeni, hogy egy rövid imádságban vezetlek titeket. And I want all of us to quiet our hearts as we do this. És szeretném azt, ha mindnyájan elcsendesednénk magunkban, a szívünkben, amikor ezt tesszük. But before I pray, the Lord has brought to my attention one other story from Japan. De mielőtt ezt tennénk, az Úr eszembe jutott egy másik történetet Japánból. I had a good friend that I wanted to see come to Jesus. Volt egy jó barátom ott, akit szerettem volna, ha megismeri Jézus. And she invited me to her home to eat. Meghívott engem az otthonába ebédre. And so I went and I ate and we had a good time and then we were talking. Úgyhogy ettünk, jól éreztük magunkat és beszélgettünk. And she said to me, I have applied to study computer science at the University of Illinois. És azt mondta, jelentkeztem egyetemre Illinoisba, hogy számítástechnikát tanuljak. And she said, I haven't heard back. És azt mondja, hogy még nem hallottam vissza, nem kaptam választ. So before we left, úgyhogy mielőtt elmentem, I said, well, let us pray. Azt mondtam, imádkozzunk. And so I prayed for her. Úgyhogy imádkoztam érte. And all of a sudden, I heard this prayer coming out of my mouth. És amint hallottam, hogy az imádság kijön a számból, maybe that doesn't happen to you. Lehet, hogy ez nem történik veletek. But sometimes when I pray, I suddenly hear these words coming out of my mouth, and they make me a little bit afraid. És vannak, amikor olyan szavak jönnek ki a számból, amik megijesztenek. Because this girl was a Buddhist. Azért, mert ez a lány buddhista. And she had not yet accepted Jesus. És még nem fogadta el Jézust. So I know that what I pray is very important. Úgyhogy tudom, hogy amit imádkozok, az nagyon fontos. Because if the prayer is not answered, she will think, what kind of a God do you have? Mert hogyha nem nincs válasz az imádságra, azt fogja mondani, milyen Istened van neked. So I heard this prayer coming out of my mouth. Úgyhogy hogy hallottam, hogy kijön ez az imádság a számból. Lord, I just pray that Miyako would be accepted into the University of Illinois. Uram, én azért imádkozok, hogy Miyakót fogadják be ott az egyetemre. And I pray that she would get her acceptance letter this week. És azért imádkozom, hogy kapja meg az elfogadásról szóló levelet már ezen a héten. Now just praying, Lord, help her to get accepted is not it's not hard to pray that. De nem olyan nehéz azért imádkozni, hogy Uram, segíts neki, hogy But when I said this week, de hogy azt mondtam, hogy ezen a héten, as soon as I said, this week, abban a pillanatban, amikor azt mondtam, hogy ezen thought, a héten, wow, what if this doesn't happen? Azon gondolkoztam, hogy mi történik, she hogyha nem won't believe lesz in Jesus. Nem fog hinni Jézusban. But 6 days later, de 6 nap múlva, she called me, felhívott engem, very full of joy, nagy örömmel. And she said, I got my acceptance letter. Azt mondta, hogy megkaptam a választ az egyetemről, elfogadtak, hála az Úrnak. So when we talk about praying specific prayers, amikor imádkozunk, konkrétan imádkozunk. I'm just trusting God that he will put something in your mind tonight. Bízok benne abban, hogy az Úr valamit az elmétekre helyez ma este. So I'm going to pray, okay? Úgyhogy most imádkozni fogok. After I pray, then we're going to wait before God for a few minutes. Miután imádkoztam, akkor csöndben leszünk az Úr előtt, várunk. And then I want you to quietly, either from your heart or with quiet words, to lift up that prayer to God. És szeretném azt, hogy miután vártunk, akkor az imádságotokat emeljétek az Úr elé. So Jesus, we come into your presence. Úr Jézus, jövünk a te jelenlétedbe. Because of your blood. A te véredért. And because you welcome us into that place. És azért, mert te szeretettel fogadsz a jelenlétedben. And you said if we draw close to you, you would draw close to us. És azt mondtad, hogyha mi közeledünk hozzád, te közeledsz hozzánk. So I believe you are close to each one of us tonight. És én
hiszem azt, hogy minnyájunkhoz közel vagy itt ma este. We say, Lord, teach us to pray. Uram, kérlek, taníts minket imádkozni. And one way that you have taught us to pray. És az egyik módja, hogy te tanítottál minket imádkozni. Is to pray exactly what it is that you want to do. Az, hogy mi az pontosan, amit szeretnénk, hogy te megtegyél. And there are things that you want to do for us. Vannak dolgok, amit szeretnél értünk megtenni. There are things you want to do for our families. Vannak dolgok, amit szeretnél megtenni a családjainkért. You want to do for our children. A gyermekeinkért. You want to do for our community. A közösségünkért. And you want to put that in our heart. És szeretnéd ezt a mi szívünkre helyezni. So that we can pray for that. Hogy imádkozzunk azért. So now we quiet our hearts before you. Úgyhogy most elcsendesedünk előtted a szívünkben. We ask you, Holy Spirit, that you would come. Szentlélek, kérünk arra, hogy jöjj. And that you would bring something to our mind. Hogy valamit hozza mi elménk elé. That we can pray for right now. Amiért most imádkozzunk. So just quiet your heart, and we're going to wait for just a short while. But the Lord will bring something to your mind, and when He does, begin to pray that to Him. Úgyhogy most csendesedjünk el, várjunk, és az Úr eszünkbe fog juttatni valamit. Azután imádkozunk azért a dologért. Szeretsz választ adni a mi imádságainkra. Te jó atyánk vagy. És hallottad a mi imádságainkat ma este. Ó, Jézus. Come, answer these prayers. Jöjj és adj választ ezekre az imádságokra. Maybe there are some prayers of pain. Lehet, hogy vannak itt olyan imádságok, amelyek fájdalomból fakadnak. We pray that you would begin to heal. Kérünk arra, hogy kezd el a gyógyítást. There are prayers that are centered on problems. Vannak különböző problémákkal kapcsolatos imádságok. We give those to you. Ezeket is eléd visszük. Begin to solve those. Kérlek, kezd el megoldani őket. We need your help. Szükségünk van a te segítségedre. You are our savior. Te vagy a mi megváltónk. We have no one but you. Nincsen senkink, csak te. But we believe in you. De mi hiszünk benned. Place faith in our hearts. Kérlek, te helyezd hitet a mi szívünkbe. So that we can pray prayers. Hogy imádkozhassunk olyan imádságokat. That are as great. Amelyek nagyok. And as powerful. És olyan hatalmasak. As you are, Lord Jesus. Mint te, Úr Jézus. In your name. Te nevedért. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So, I am so excited to see how many people are here who are interested in prayer. Annyira jó látni, hogy milyen sokan vannak itt, akik érdeklődnek az imádság iránt. Prayer is so much fun. Az imádság nagy élmény. Because we get to talk to Jesus. Azért, mert Jézussal beszélgethetünk. And we get to hear what is on his heart. És hallhatjuk azt, hogy mi van az ő szívén. Because I truly believe that our purpose in prayer is to know the heart of God and to pray his will into earth. Mert a imádságunk célja az, hogy megismerjük a mi Urunk szívét, és az ő akaratát imádkozzuk itt a Földön, Föld részére. He says, on earth as it is in heaven. Azt mondja, mint a Földön, úgy a mennyben is legyen meg az akaratod. So we better have an idea of what is going on in heaven. Úgyhogy jobb, hogyha tudjuk azt, hogy mi történik a mennyben. If we're going to try to
call that down to earth. Hogyha szeretnénk azt lehívni a földre. What an amazing privilege it is. Milyen nagyszerű kiváltság ez. To bring the will of God into situations. Hogy lehozzuk Isten akaratát a különböző helyzetekbe. So I have had an adventure of prayer over many years. Hogy elég kalandos imádságokban lehetett részem az évek során. And I think one of the secrets of praying God's heart is listening to our own hearts. What is my personal need? Az egyik módja ennek az, hogy felismerjük Isten szívében, mi van, hogy megnézzük, mi van a mi szívünkben, mi a mi személyes szükségletünk. And then realizing that there are probably more people than just me who want a prayer, an answer to that prayer. És utána az a következő lépés, hogy felfedezzük azt, hogy valószínűleg vannak mások is, akik hasonló dologra van szükségük. For instance, 2 weeks ago, I was praying about the hurricane in Texas. Például 2 héttel ezelőtt a texasi hurrikán kapcsán imádkoztam. You know that there was a huge flood and storm, and many people lost their homes in Texas. Tudjátok, hogy ott nagy vihar volt, nagy áradások, és sokan elveszítették az otthonaikat. Well, my daughter and her husband and my 2 grandchildren live in Houston, Texas. És az én lányom és unokáim ott élnek Houstonban, Texasban. So you can imagine that I was praying for my family. Úgyhogy képzelhetitek, hogy imádkoztam a családomért. But of course, I realized that there were many other children who might be afraid and parents who might be very concerned about their home and their possessions. De utána eszembe jutott, hogy vannak ott mások is, más gyermekek, akik félnek, és más szülők is, akik aggódnak az otthonuk miatt. So I think it's a good prayer strategy to realize that our personal need can be spread to a wider audience, shall we say, a wider target. Úgyhogy felfedezhetjük azt, hogy a mi személyes ima témáinkat egy nagyobb területre ki tudjuk terjeszteni. I believe that God calls us to pray not only for our own needs and families, but for our church. Én hiszem, hogy Isten nem csupán a személyes igényeink miatt való imádságra hív minket, hanem például a gyülekezetünkért. And our community. A közösségünkért. And our nation. És a mi nemzetünkért. But it's warfare. So when I go to pray with Carolyn, és amikor megyek és Carolynnal imádkozom, usually before I go, mielőtt elindulok, általában I put on the armor of God. Fölveszem Isten fegyverzetét. Because prayer is warfare. Mert az imádság and hadakozás. We are fighting. Harcolunk az ellenséggel szemben. And whether we are going to a prayer meeting or whether we're living our normal lives. Ha megyünk egy ima találkozóra, vagy csak éljük a hétköznapi életünket. We need to be ready. Készen kell legyünk, into battle. Hogy harcoljunk. It's wise to put on the armor of God. Úgyhogy valószínűleg bölcs dolog felvenni Isten fegyverzetét. You probably know that is in Ephesians chapter 6. Biztos tudjátok, hogy ez Efézus 6-ban van, a 10. verstől kezdődik. I decided to use my phone instead of my Bible because my Bible was so heavy in my suitcase. Úgy döntöttem, hogy a telefonomat használom, mert a Bibliám túl nehéz a bőröndben. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. For we do not wrestle against flesh and blood. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik. But against the rulers, the authorities, and the cosmic powers over this present darkness. Hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és gonoszság lelkei ellen. And the spiritual forces of evil in the heavenly places. Amelyek a mennyei magasságban vannak. Therefore take up the whole armor of God. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét.
that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. So how do we stand firm? Hogyan állunk meg szilárdan? In the battle for our children, for our families, for our church and our nation. A gyermekeinkért, a családainkért, a gyülekezetünkért és a nemzetünkért folytatott harcban. I believe that it's a good idea to start by putting on the armor. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó gondolat, hogy azzal kezdjük, hogy fölvesszük a fegyverzetet. So almost every day, and particularly when I'm going to pray with Carolyn, I put on the helmet of salvation. If you look at that scripture, I'm not going to read it all, but it goes through the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth. Úgyhogy azzal kezdtem, hogy fölveszem az üdvösség sisakját. Most nem olvastuk végig az ige helyet, de ott szó van az üdvösség sisakjáról és az egyéb fegyverekről. The shoes of the good news of peace. A jó hír hirdetésének sarujáról. The shield of faith. A hit pajzsáról. And the sword of the spirit. És a lélek kardjáról, ami az Isten igéje. So I put on the helmet of salvation every morning. Úgyhogy minden reggel fölveszem az üdvösség sisakját. I have a kind of weird imagination, but I imagine that helmet is like a motorcycle helmet that you see people driving their motorcycles. Nekem egy különös képzelő erőm van, de én úgy képzelem el ezt a sisakot, mint egy motoros sisakot, amit hordanak az utakon. And I saw someone come in with earphones. És néha látok olyanokat, akik kijönnek ilyen fülhallgatókkal, és hallgatják a zenét. So I imagine that my helmet of salvation protects me from the lies of the enemy. És én úgy képzelem el, hogy az üdvösség sisakja megóv engem az ellenség a hazugságaitól. And I imagine that I have these big earphones. És elképzelem, hogy itt vannak ezek a nagy fülhallgatók is benne. And I saw it. And I have earphones, so I can hear the Holy Spirit. És akkor itt vannak a felemen ezek a fülhallgatók, hogy halljam a Szentlélek hangját. Thank you. Köszönjük. So I'm clothed in the helmet of salvation. Úgyhogy felöltöztem az üdvösség sisakját, és kész vagyok arra, hogy induljak. But I need the breastplate of righteousness. De szükségem van az megigazulás páncéljára is. If I'm feeling like I'm not very good, I'm not very strong. Te úgy érzem, most nem vagyok olyan jó, nem vagyok erős. I'm not going to pray in faith. Akkor nem tudok hittel imádkozni. But I do have the breastplate of righteousness. De ott van nekem az megigazulás páncélja. It's not mine. Ez nem az enyém. Jesus bought it for me though. Hanem Jézus vette ezt nekem. It's not because I'm so good. Nem azért, mert én jó lennék. But we have his righteousness. Hanem mi az ő igazságát kaptuk meg. Of God I am in Christ Jesus. Krisztus Jézusban vagyunk Isten előtt. And he has made unto me wisdom. És ő tette bölcsességé értem. Righteousness. Igazsággá. Sanctification. Megigazulásá. And redemption. És megváltásá. So I can stand boldly because of the blood of Jesus and I can Jézus vére miatt bátran állhatok meg. And I know that I can go into the throne room. És tudom, hogy oda mehetek a trónterembe. And make my requests. És előállhatok a kérésemmel. I can boldly ask for a kitchen table. Bátran kérhetek egy konyhaasztalt. Or the salvation of my children. Vagy az én gyermekeim megváltását. Or a change in government. Vagy változást a kormányzatban. I can be bold. Bátor lehetek. And then I put on the belt of truth. Amikor fölveszem az igazság övét. In the Roman armor they had a belt that held up their back, you know, people who a római páncélzatban, fegyverzetben volt egy ilyen öv. People who lift heavy weights sometimes they have a belt to support their back. Azok, akik nehéz súlyokat emelnek, súlyemelők, gyakran van nekik is egy ilyen öv, ami segít a hátukat megtámasztani. And I need to know the truth that is in the word of God. Szükségem van arra, hogy tudjam azt az igazságot, amit Isten igéje mond. One of the wonderful things about praying with a prayer partner is that she can remind us, or he or she can remind us of what is the truth. Az egyik csodálatos dolog abban, hogyha van egy ima partnerünk, hogy ő emlékeztethet minket arra, hogy mi az igazság.
The truth is that greater is he that is in us than he who is in the world. Hanem az igazság az, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. And we need to remind each other. És erre emlékeztetnünk kell egymást. What's the truth? Mi az igazság? What does the word say? Mit mond az ige? So we need to be equipped in that way. Úgyhogy fel kell készülnünk ezen a területen is. And then I think about the shoes of the good news of peace. Majd aztán gondolok a jó hír vivésének készségének sarujáról. And I used to think that having those shoes on meant that I could go to anybody and say, "Are you saved?" És volt, hogy úgy képzeltem el, hogy amikor fölveszem ezeket a sarukat, akkor oda mehetek bárkihez és megkérdezhetem, hogy te hiszel? And that those shoes would make me a wonderful evangelist. És hogy ezek a saruk engem egy csodálatos evangélistává tesznek. But as I kept praying that. De hogy erről imádkoztam. I realized that I had to have that good news in my heart that I have peace with God. Rádöbbentem arra, hogy az én szívemben kell legyen ennek ez a jó hír, hogy nekem békességem van Istennel. And when I realized that wonderful peace that God puts in each one of us. És felfedeztem azt, hogy van egy csodálatos békesség, amelyet Isten helyez minnyájunkban. Then I can have peace with my fellow human beings. És akkor békességben lehetek a körülöttem levő embertársaimmal. And not be in an argument or an adversarial relationship. És nem egy vitás vagy egy ellenséges kapcsolatom lesz így velük. And that's probably the best testimony of the lordship of Jesus Christ and the good news. És ez valószínűleg a legnagyobb bizonyságtétel, amit kaptunk Krisztusban, a jó hír. Now what are the other two pieces of armor? Egy másik két fegyver nem. Who knows? Közül melyik az egyik? Ki tudja? Sword of the Spirit. The sword of the Spirit and what's on the other hand? És mi van a másik? The shield of faith. A hit pajzsa. Okay. Let's do the shield of faith. Na, vegyük a hit pajzsát. One day I was visiting my sister. Egyik nap meglátogattam a nővéremet. And I was, it was night time and I was lying in the guest bedroom. Már éjszaka volt és a vendégszobában feküdtem. And I just could not go to sleep. És nem bírtam elaludni. And I felt as though the Lord gave me. He reminded me of the shield of faith. És akkor az Úr emlékeztetett engem a hit pajzsára. I needed the shield of faith in that situation. Szükségem volt abban a helyzetben a hit pajzsára. Because my sister was involved in new age kind of things. Mert az én nővérem ilyen new age-el kapcsolatos dolgokba bonyolódott. And I felt that in that bedroom there was darkness and I was coming under a spiritual attack. És úgy éreztem ott a hálószobában, hogy ilyen sötétség volt és lelki támadás alatt álltam. There was also the problem that she was raising about 20 Siamese cats and the house smelled like cats and that made it kind of hard to. És 20 macskát is tartott abban a házban, úgyhogy a ház nagyon erősen macska szagú volt. But I think it was more a spiritual attack. De én úgy gondolom inkább lelki támadásról volt szó. So the Lord showed me a picture of the shield of faith. Úgyhogy az Úr elém hozott a hit pajzsáról egy képet. I think he gives us different kinds of shields at different times. Én úgy gondolom, hogy különböző pajzsokat kapunk tőle különböző időszakokban. But in this case, I saw a shield of faith that went from the top of my head to the bottom of my toes. De akkor egy olyan pajzsot láttam, ami a fejem csúcsától egészen a talpamig ért. And on it was written. És az volt odaírva. The word of God, all the scriptures. Minden ige rá volt írva. And I remembered that the word says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. És akkor eszembe jutott az, hogy a hit hallásból van, Isten igéjének hallásából. And so the shield of faith is made of faith. Úgyhogy a hit pajzsa hitből áll. And we need to know the word in order to stand in faith. Tudnunk kell az igét ahhoz, hogy hitben megállhassunk. And then the sword of the spirit. Majd végül pedig a hit kardja. What is the sword of the spirit? Mi a hit kardja? What does the word say?
The word of the Lord. It's the, yes. It's the sword of the Spirit is the word of God. A lélek kardja az az Isten igéje. It's the only offensive weapon that we have. Ez az egyetlen támadó fegyverünk, amely van nekünk. The other parts of our armor protect us. Minden más rész a fegyverzetünknek véd minket. But the sword of the Spirit is what we go against the enemy with. De a lélek kardja az, amellyel az ellenség ellen vonulhatunk. And the question is, what word is God going to give us for the particular situation? És a kérdés az, hogy milyen igét ad nekünk az Úr egy adott szituációban. Now I imagine the sword. How many of you watch Star Trek or Star Wars? Elképzelem ezt a kardot. Hányan látták közülünk a Star Trek-et vagy a Star Wars-t, a Csillagok háborúját? My grandchildren had lightsabers. Az én unokáimnak vannak ilyen fénykardjaik. You know, carrying light, but I imagine that the sword of the Spirit is like a lightsaber. Elképzelem a hit kardját, hogy olyan, mint egy fénykard. Because when we pray the word, azért, mert amikor imádkozzuk az igét, we are praying light into a situation. Akkor az adott szituációba fényt imádkozunk. So I would like to pray for you. Szeretnék imádkozni értetek. That you would be clothed in the armor of light. Hogy ti a fénybe öltözzetek. That you would be prepared for warfare. Hogy felkészüljetek a hadakozásra. And that you would know how to use that sword of the Spirit. Hogy tudjátok azt, hogy hogyan használjátok a lélek kardját. And that God would use you in the battle. És hogy Isten használjon titeket a csatában. And I recommend that if you want to change the world with your prayers. És én azt ajánlom, hogy ti szeretnétek megváltoztatni a világot az imádságotokkal. That you ask God for a prayer partner. Akkor kérjetek ima partnert. In Jeanette's case, she had her parents. Janet esetében ott voltak a szülei. Who were prayer partners for 60 years. Akik az ima partneri voltak 60 éven keresztül. Unfortunately, I didn't have that in my life. Sajnálatos módon nekem nincs meg ez az életemben. But the Lord brought me Carolyn. De az Úr elém hozta Caroline-t. And we have seen wonderful answers to prayer as we have prayed together. Using the sword of the Spirit. És ahogyan imádkoztunk együtt, csodálatos válaszokat kaptunk a mi imádságainkra, hogyan használtuk a lélek kardját. We have seen whole villages change from Christians being persecuted to Christians being strong in faith. Láttunk egész falvakat, amelyek megváltoztak, olyan falvakat, ahol üldözték a keresztényeket, olyan falvakká, ahol a keresztények erősek voltak. Over many years we've seen so many breakthroughs. Olyan sok helyen láttunk annyi áttörést. We're still életet és igazságot mondhattam nekik. And so who knows where you can go and what you can do? És ki tudja, hogy ti hova mehettek és mit tehettek? So I will pray for you now. Úgyhogy most imádkozzatok értetek, álljatok, álljunk fel. Father God, you have called us to bring your kingdom. Atya Isten, arra hívtál minket, hogy a te országodat. From heaven to earth with our prayers. A mi imádságaink által hozzuk le a mennyből a földre. And it seems like a very big job. És ez úgy tűnik, mint egy nagy feladat. But you say that your anointing breaks the yoke. De azt mondod, hogy a te keneted megtöri az igát. And you say that you train our hands for battle. És azt mondod, hogy te tanítsz minket hadakozni a kezeinket. And we thank you that on the cross you paid the price and truly won the victory. És köszönjük azt, hogy te a kereszten győztél és megfizetted az árat. But you have called us to enforce that victory. De elhívtál minket arra, hogy érvényesítsük ezt a győzelmet. So I pray that today you would give us the full armor of God that we can stand firm. Azért imádkozok, hogy add nekünk a teljes fegyverzet, Isten teljes fegyverzetét, hogy erősen, biztosan megálljunk. I pray that we would have the helmet of salvation.
Imádkozom azért, hogy legyen meg nekünk az üdvösség sisakja. That we would be whole in you. Hogy mi teljesek legyünk te benned. And we would think your thoughts. És hogy a te gondolataidat gondoljuk. And speak your words. És a te szavaidat szóljuk. I pray that we would be clothed in the breastplate of righteousness. Azért is imádkozom, hogy a megigazulás páncéljába öltözzünk. That we would know who we are in Christ. Hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. And that because of your righteousness. És a te igazságodért. No weapon formed against us can prosper. Semmilyen fegyver, amit ellenünk kovácsoltak. And every word spoken against us. Semmilyen szó, amit ellenünk mondnak. Minden hatástalan. Lord, strengthen us with the belt of truth. Urunk, erősíts meg minket az igazság övével. That we would know the truth and speak the truth. Hogy tudjuk és szóljuk az igazságot. And be able to discern the lies of the enemy that come against us. Hogy megkülönböztethessük, meg felfedezhessük azokat az hazugságokat, amit az ellenség mond ellenünk. And I pray, O Lord, that you would give us the shoes of the good news of peace. És Urunk, kérünk, add nekünk az örömhír vivésének saruit. That we would walk in peace. Hogy in békességben járhassunk. In every situation. Minden helyzetben. And that we would carry your light and your glory. És ahogy visszük a te életedet és a dicsőségedet, hordozzuk. Into every situation because of that peace. Ezáltal a béke által ezt elvihessük minden egyes helyzetbe. And we lift up the shield of faith. És felemeljük a hit pajzsát. Because we know your word. Mert tudjuk a te igédet. And we know you are faithful. És tudjuk, hogy te hűséges vagy. And we can stand against every situation that would come against us. És megállhatunk minden helyzetben, amely ellenünk alakul ki. And we pick up the sword of the Spirit, the word of God. És fölkaphatjuk a hit kardját, a lélek kardját, amely az Isten igéje. And we declare. És kinyilvánítjuk azt. That you will meet every need. Hogy te gondoskodsz minden szükségünkről. According to your riches and glory. A te dicsőséged és gazdagságod szerint. In Christ Jesus. Krisztus Jézusban. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. Now, Lord, I ask that you would bring to the mind of each person here. Uram, kérek, jutasd eszünkbe mindnyájunknak, akik itt vagyunk. A particular scripture that you would like them to apply to whatever situation they are concerned about in their lives. Egy adott igét, amely választad arra a helyzetre, amelyben vannak. You have a lightsaber. Neked van egy fénykardod. The sword of the Spirit. A lélek kardja. That they can pray into whatever situation is on their heart. Amely által imádkozhatnak bármilyen helyzetben lennének. Perhaps it's just a small idea now, but I ask that you would grow it. Lehet, hogy csak egy kicsi elképzelés, de kérlek, te növeld ezt meg. Because we are all in some kind of a battle. Mert mindnyájan valamilyen csatában veszünk részt. Whether it's against the circumstances of the world. Lehet, hogy ez egy világi körülmény. Or the weaknesses of our own flesh. Vagy a mi testünk gyengesége. Or the attacks of the enemy. Vagy az ellenség támadása. But I pray that we would each have a word that we can use. De imádkozom azért, hogy legyen mindnyájunknak egy olyan igéje, amit használhatunk. In the situation. Az adott helyzetben. And that you would show us how to use it. És hogy mutasd meg, hogy hogyan használjuk. And I also pray that you would bring to each one a parapartner, someone that they can pray with. És kérünk azért is, hogy mindnyájunknak, minden egyesnek, aki itt van, adj egy ima partnert. To bring your will. Hogy a te akaratodat tudják tenni. Every situation. Tudják a te akaratot elvinni bár minden helyzetbe. And bring glory to your name. És hogy dicsőséget szerezzenek a te nevednek. Now if you just take a moment as we did before with Jeanette, just listen to what word the Lord would give you. Most maradjunk csendben egy rövid ideig, mint Jeanette-nél, és gondoljunk arra, hogy milyen igét juttat eszünkbe az Úr.
Amen. Amen.